Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A mai sajtótájékoztatón a mezőtúri polgárokat szeretném tájékoztatni arról, hogy a választástól eltelt napokban milyen történések zajlottak, és hogy miért nem tudott még a mai napig megalakulni a képviselőtestület. Ugye a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület a választást követő héten, azt követően, hogy az egyeztetéseket lefolytattuk, ez ugye szerdán és csütörtökön történt meg, ugye kifogást nyújtott be a helyi választási bizottsághoz a hármas választókörzetben a bizottság személyi összetétele miatt. Ezt a helyi választási bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az erről szóló határozatot mindenki megtekintheti a honlapunkon, tehát a mezőtúr.hu oldalon ez megtalálható. Ezt követően a határozat hatályba lépése előtt az Egyesület fellebbezéssel élt a Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést a bizottság elutasította, ugye ez a bizottság ez Szolnokon található, tehát helyben hagyta a helyi választási bizottság döntését. Ugye ezt követően október 25-én 16 órakor a Területi Választási Bizottság határozata jogerőre emelkedett. A jogerős határozat birtokában a helyi választási bizottság október 28-án, ezen a héten hétfőn megállapította a választás listás eredményét. Ennek a határozatnak a hatályba lépése az a holnapi napon csütörtökön 16 órakor következik be. Ezt követően fogjuk átadni, illetve a helyi választási bizottság részéről kerülnek átadásra majd a holnapi napon 16 órát követően várhatóan a képviselők részére és ugye az én részemre a megbízó levelek. Ezt követően az eredmény tehát jogerőssé válik. A képviselőtestület létszáma a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület részéről 6 fő, és a Fidesz-KDNP részéről is 6 fő. Az eredmények egyébként a választás.hu oldalon megtekinthetőek, és tekintettel az elmondottakra, tehát a jogerőre emelkedés az 31-én 16 órát követően ugye, következik be. Ezért a Mezőtúr és Vidéke újságban Mezőtúrváros jegyzője dr. Enyedi Mihály ezt követően tud a választásról tájékoztatást adni, amit a jegyző meg is fog tenni, tehát részletesen a Mezőtúr és Vidéke következő számában található majd meg a választásról szóló tájékoztató. A következő hét nagyon fontos eseménye lesz, november 7-én 13:30-kor a képviselőtestület alakulóülése, melyre ezúton is nagy tisztelettel és szeretettel várok mindenkit.